A Szabadfogás stúdiójában az ütős vendégek már készen állnak a kemény menetekre. Aki ma este igyekszik őket kordában tartani, Hut Gergely! Köszöntjük Önöket, Acél Betétes Martens bakancsal, már tapossuk is egymás lábát az asztal alatt, ugyanis itt ül a stúdióban Nagy József, a 24.hu újságírója. Bőrcipőben Apáti Bence, makkos cipőben, balettáncos és a Magyar Idők főmunkatársa, Kukorelli Endre író, költő, Dézsi Zoltán dokumentumfilmes, Herényi Károly. Mit is beszéltünk meg a múltkor? Politikai veterán. Politikai veterán, az MDF egykori frakcióvezetője, és Pesti Laci, a Pesti Fekete Doboz alapítója. És azzal kezdenénk, hogy felolvasok két nyilatkozatot, nagyon rövidet, mind a kettő az ENSZ-ben hangzott el, és a kérdésem az, hogy a piciny szívetekhez melyik áll közelebb. Nos, biztosíthatom Önöket, hogy továbbra is együtt fogunk dolgozni a tagállamokkal annak érdekében, hogy biztosítsuk a valódi menekültek hozzájutását minden segítséghez, amire Európában szükségünk van. Azon dolgozunk, hogy legális, biztonságos, migrációs útvonalakat hozzunk létre, mondta Dimitris Avramopoulos, a migrációért felelős görög EU biztos. És a másik álláspont, elutasítunk mindenfajta globális bürokráciát és uralmat, elutasítjuk a tömeges és ellenőrizetlen migrációt, amely azért veszélyes, mert lehetőséget ad a terroristák beszivárgására. Ezt pedig Donald Trump mondta az ENSZ közgyűlésén szintén, és ez a vélemény, bónuszként jegyzem meg, némiképp egybecseng a magyar külügyminiszter álláspontjával. No, kivel értetek én egyet? Én egyikkel sem értek egyet. Ugyanis az egyik sem foglalkozik a problémával magával. Ugye itt van egy őrületes globális probléma, hogy az olló a gazdagok és a szegények között elképesztő módon nyílik. Tehát állítólag a 8 leggazdagabb embernek van annyi vagyona, mint a világ lakossága felének. És azzal, hogy a migrációt úgymond megállítjuk, vagy hogy legális utat engedünk a migrációnak, ezzel semmi nincsen megoldva. Itt össze kéne fogni a gazdag országoknak és a gazdag embereknek, és meg kéne próbálni hatalmas erőkkel, szívvel, lélekkel és tőkével tenni valamit annak érdekében, hogy az olló ez csukodjon össze. És akkor majd szépen meg fog állni a migráció. Mert ezek az emberek egyrészt azért menekülnek el Közép-Afrikából, mert ott egyszerűen katasztrofális viszonyok vannak. Ezeket a katasztrofális viszonyokat kellene valami módon orvosolni, illetve azért menekülnek el Közel-Keletről, mert ott háborús viszonyok vannak. Ezeket a háborús viszonyokat is valahogy orvosolni kéne. És akkor majd megáll maga ez a dolog, hiszen egy szíriai embernek, vagy egy csádi embernek mégiscsak Szíriában vagy Csádban a legjobb, mert ott vannak a szülei, a nagyszülei, ott vannak eltemetve az ősei, ott érzi azt, hogy milyen hőmérséklet van, meleg van vagy hideg van. Nem jó neki Finnországban, ahol nem ért semmit, csak fázik és nyomogatja a mobiltelefonját. Tehát azzal, hogy azt mondjuk, hogy legális útvonal, illetve hogy azt mondjuk, hogy no, bevándorlás, nem oldunk meg semmit. De Vandi, az érvelésed tökéletesen megállja a helyét. De mit kezdünk azokkal az emberekkel, akik gazdasági menekültek, és esetleg nem olyan helyről menekülnek el, ahol veszélyhelyzet van? Oda kell vinni, hát ezt már erről beszélek, oda kell vinni mindent. Tehát ne Magyarországra települjön a nem tudom, Mercedes, hanem, csak még egy fél aztán bedugulok, hanem menjen oda, illetve mi is menjünk oda, vigyük a know-how-t, vigyük az oktatást, vigyük a mezőgazdaságot, segítsünk, ne gyarmatosítsuk, természetesen, az világos, hanem próbálj meg ezzel valamit kezdeni, hogy ne száradjon tovább a sivatag, meg ne sivatagosodjon el Afrika, meg nem tudom mi. Tehát ha ezt nem csináljuk, akkor megállíthatjuk mi, emelhetünk mi baromi nagy határokat, és oda tehetünk szinkron géppuskákat, de semmit nem oldunk meg vele. Egyébként tudjátok-e, hogy melyik az az ország, amely egyáltalán tesz az üldözött keresztényekért a Közel-Keleten? Világos, most mondod, hogy Magyarország, oké, tessék, de ennél sokkal potensebben, sokkal határozottabban élére kéne a magyaroknak állni. Mi egy kicsit közepesen szegény ország vagyunk. Miért nem állunk az élére ennek a dolognak, hogy tessék ezt az ólót, zárjuk. De ezeket az álláspontokat a migrációról eddig is ismertük. Ami különleges, az talán az, hogy
hogy az EU migrációért felelős minisztere gyakorlatilag biztosa ezt elmerte mondani az ENSZ-ben. A másik kérdés és felvetés az az, hogy hát lehet-e váteszként tekinteni a magyar kormányra és Orbán Viktorra, hiszen ők 2015-ben megmondták azt, ami most már az ENSZ-ben is központi téma lett. De ne haragudjatok, hát van egy helyzet, meg vannak következményei. Amiről a Bandi beszélt, az a helyzet, hogy miért jönnek. Én nem hiszem el, hogy van külön gazdasági, meg politikai menekült, mert a rossz gazdasági helyzet az általában rossz politika következménye. Most ott tartunk, hogy egyelőre képtelenek vagyunk a helyzetet kezelni, hiszen pont Amerika és Trump volt az, aki nem írta alá a klímaegyezményt. Ugye, aminek nagyon nagy szerepe lenne abban, hogy ne történjen az, ami történik. És most van egy helyzet, amit meg kell oldanunk. Szerintem, amit ez a görög ember mondott, az igen helyén való, mert valahogy ezt kanalizálni kell. Hát normális világban, normális országokban, pláne ha keresztény értékekre hivatkozunk, ami ugye fontosnak tartja az elesetteken való segítséget, akkor más nem nagyon tehet. Egyébként én szerintem mind a kettő hasonlóról beszél, tehát mind a kettőnek van azonos tartalma és azonos pozitív tartalma, mások a kicsengései, de az igaz a Bandinak van, mert a helyzetet kéne, hát a klímaváltozás, hát egyre terjed a Szahara. Tehát nem csak a harcuk meg a politika miatt, a megélhetés alapfeltételei nincsenek biztosítva, amire ha pénzt adna a világ gazdagabbik része, ahol óriási jövedelmi és vagyoni különbségek vannak, akkor ez megelőzhető lenne, és akkor helyben kezelhetnénk. Hát azt nem lehet mondani, hogy kerülgeted a forrókását, akkor nyilvánvalóan azt mondta, hogy kanonizálni kell a migrációt. Pont ebben a szóba szerettem volna beleakadni. Lehet csinálni, ezt lelőni nem lehet őket. De az a másik megoldás, hogy még építünk 66 kerítést, a hajókat elsüllyesztjük, őket meg lelőjük. Hát ezt nyilván egy keresztény ember nem teheti. Hogy gondolod a kanalizálást? Momentán pillanatnyilag nem 10 év múlva, nem 5 év múlva és nem 20 év múlva, 60 millió ember készül útra kelni Afrikából. Ezt már múltkor is mondtad, de honnan veszed a 60 hogy? Milliót? Hát ezek hivatalos kimutatások. Sokkal többről van szó. Hogy gondolod azt, hogy be lehet kanalizálni Európába 60 millió muszlimot, annélkül, hogy ebből etnikai és egyéb problémák lennének? A másik, amit Bandinak szerettem volna mondani, hogy picit idealistának tartom nem, a gondolatodat. Nem, ez a realizmus, amit én mondok, ne haragudjál, minden más agyrész. De hogy vitelezed ki? Géppuskákkal nem tudod megállítani ezt a dolgot, hanem minden egyes emberhez oda kéne menni, és azt mondani neki, hogy mi a problémát, most nyilván kicsit túlzok, és meg kéne azt oldani ott helyben. Mert ott érezni magát jól, nem hideg és világos. A magyaroknak kell megoldani. A magyaroknak, neked meg nekem. Ha ketten összefoglánk, és a fölösleges 500 ezer forintunkat belenyomnánk, három emberek tudnánk segíteni csátban. És ezt kéne az egész világon elterjeszteni, és a gazdag embereknek beindulni. És lemondani a luxusuk egy részéről, és azt mondani, hogy a saját érdekükbe kellene ezt csinálni. Tehát nem ám altruizmus, meg nem tudom, Teréz anya, ne, egyáltalán, hanem azért, hogy ő jobban élhessen, békében élhessen. Gondoljatok bele, hogy Rio de Janeiroban a gazdag emberek nem mernek kimenni az utcára, hanem ilyen helikopterre járnak egymáshoz, jó, az jó élet. Azért, mert félnek, hogy elrabolják őket. Hogyha három favellát egy gazdag ember felszámolna, akkor bátrabban mehetnek ki az utcára. De nem akkor kellene nekünk szöges drótok mögött élnünk, hogyha Magyarország átjáróház lenne, és ismeretlen ne, emberek rohangálnak fel. Ezzel egyetértek, ne, én is a migráció ellenes vagyok. Bandi, abszolút neked, mert kellett volna maradod a politikában, mert fantasztikus gyújtóhangú beszédeket tudnám mondani a migráció témájában, úgy látom. Viszont Karcsi, neked mondanám, miért nem a gazdag muszlim ország fele tereli az ENSZ ezt a muszlim áradatot? Hát ez lenne a normális, ugye a hasonlót a hasonlóhoz. Az, hogy Európában muszlim világot akarnak, ez már volt a középkorban. Tehát ez nagyon szép mondat, hogy meg kéne ezt változtatni, meg segíteni kéne, de látni kell, hogy mi lesz a következmény. De szívem, hogy ha te keresztény ember vagy, akkor neked kell ezeket a lépéseket megtenni. Nem arra mutogatni, hogy azok a genyók miért nem csinálják meg? Nem genyók, neked kéne nem genyók, ugyanis ne arra úgy, de genyók, mert én, a saját érdekeiket. Én 2015-ben direkt vettem egy koránt. Az túlzás, hogy nagy büfé vagyok a koránból, de azért nagyjából átolvastam, és tisztában vagyok bizonyos útmutatásokkal. És a korán egyik alapvetése a szegényeken való segítés. Nem csak a kereszténységé, a koráné is. Abszolút. Tehát, hogyha
komolyan vesszük a Koránt, akkor az, amit Zoli mond, miért nem megvalósítható? Mert az nem a mi dolgunk. A szabad tényleg két megérzés lenni. Az egyik az, hogy akkor ugrálunk, hogy itt inváziót akarnak, meg lakosságcserét akarnak valakik. Ez a görög úriember sem akar semmiféle inváziót. Ő nem beszélt nem ellenőrzött tömeges betelepítésről, ő ellenőrzött betelepítésről beszélt, és ő nem beszélt arról, hogy 60 millió embert be kell engedni. Arról az egy másik, ennek a diskurzusnak az alkérdés, hogy hány embert lehet beengedni. Például Merkel tán szeptember elején a nigériai elnökkel tárgyalt, ott arról beszéltek, hogy igenis kanalizálni kell a menekültek, migránsok útját, és arról beszélt Merkel, hogy például az akkor éppen 1200 nigériai orvostan hallgató számát emelni kell. Nyilván senkinek sem érdeke, egyébként szerintem az ottaniaknak sem érdekük, Európának végképp nem érdeke, hogy itt egy migráns, a migránsok menekültek által egy muszlim kultúra, egy elszigetelt, párhuzamos kultúra épüljön föl. Ezt senki nem akarja, aki épp esző ember, senki nem akarja. Csak itt mondom, hadd fejezem be. Tehát ezt senki nem akarja. Ha gondoljátok, itt van nekem kigyűjtve fél oldalon keresztül Merkeltől, meg Macrontól mondatok arról, hogy ők sem akarják a korlátlan, ellenőrizetlen betelepítés. A másik megjegyzésem, hogyha már nálam van a szó. Ugye itt van a helyzetértékelés, amit Bandi egészen pontosan felvázolt nekünk, a másik pedig a felelősség kérdése. Ugye miért menekülnek ezek az emberek? Mindenki a hazájában érzi jól magát. Mi magyarok Magyarországon érzik jól magunkat, a németek Németországban érzik jól magukat, a csádiak Csádban, a nigériaiak Nigériában. Ugye itt van egy felelőssége szerintem Európának, mert hogy leginkább két ok miatt menekülnek ezek az emberek, akár az életüket féltve, akár a jobb élet reményében a saját hazaiban, ahol egyébként el van a temetve a nagyszüleik, és ahol egyébként élnek a barátaik, ahol értik a nyelvet, és a testük megszokta a klímát, hiszen ott nőttek föl. Ez a két dolog, az egyik a háború és a fegyverkezés, melynek a legnagyobb nyertese Európa, Németország és Franciaország. Valamiért ezt a kérdést egyébként Orbán Viktor sem feszegeti Brüsszelben, meg Strasbourgban, igazán feszegethetné, hogy akik Németország, Franciaország a legtöbb pénzt kaszálják a fegyverkezésből, abból, hogy a háborúban ezeket a fegyvereket elpofogtatják, aztán hogy veszik az új fegyvert egyébként részben segélyből. Ez miért van így? Ez szerintem nincs rendben. Másik pedig a klímaváltozás. A klímaváltozásnak a legnagyobb okozója és gazdasági nyertese a fejlett nyugat. Amerika, Nyugat-Európa, egyébként részben Kína is, akik teleszórják, telefújják, teleokádják a levegőt széndioxiddal. Ezek a nyomorultak pedig itt a legnagyobb vesztesei a klímaváltozásnak, hiszen azok a területek, hogy Károly is mondta, ahol korábban élelmiszertermelés folyhatott, most ott nem folyhat élelmiszertermelés, mert hogy nincs eső, tehát, és rosszabbak a földnek. Egy dologról nem beszélünk, ami talán a leglényegesebb, és igenis benne volt Avramopoulos nyilatkozatában is, de hogy tudjuk, hogy mit, hogyan kell érteni, Jean-Claude Juncker mindjárt hétfőn kiadott egy közleményt, amiben világossá tette, hogy továbbra is a kényszerbetelepítési kvótában gondolkodik az Európai Bizottság. A görög biztos is említette egyébként a kötelező elosztást az ENSZ-ben. Juncker meg megmagyarázta, hogy a régi terv az új terv. Gergő, bocsáss meg, tudod hány emberről volt szó? 2015-ben 4900 ember kapott kék kártyát, 2016-ban 9000 ember, tavaly már 11500 ember kapott kék kártyát, miközben az EU-nak a lélekszáma 510 millió. Az alapkérdés az, hogy aki nem kérdező mennyiségek. A kanonizált migrációból, arra ezt rá lehet-e kényszeríteni? Egyrészt szerintem tök jó, hogy tisztában rakjuk azt a mondjuk tévedést vagy félremagyarázást, ami arról szólt hónapokkal ezelőtt, akár a kampányban kapcsolatban, hogy a migráció nem egy fontos dolog, itt kötszurkálás zajlik, aztán rá pár hónappal Merkel heteken keresztül próbálta megmenteni a koalíciós tárgyalást meg a kormányát, pont ezért, mert nem értettek egyet egy koalíciót. Lehet 4000 emberről beszélni, csak mégiscsak egy fontos dologról van szó. Tehát a 4000 ember mögött sokkal komolyabb történetek vannak. Ki hány embert akarsz behozni Európában, arról beszélni? Nyilván sokkal többen vannak már itt illegális menekülőként migránsok. Arról nem is beszélve, hogy szerintem Orbán Viktort és Szijjártó Pétert idézve, ha azt látják ezek az emberek, mert hogy van internet, nem csak vidéken, hanem még az afrikai országokban is, hogy szelfizgetés van, beengedik ezeket az embereket, akkor bizony a tömeg az elindul. A harmadik a dolog, amit akartam ezzel kapcsolatban mondani, tehát hogy egy fontos üzenet, hogy akkor megállítjuk, vagy nem állítjuk. A harmadik, hogy Guterres is mondott, Antonio Guterres egy nagyon érdekes dolgot, hasonlókat, azt mondta, hogy a migráció elkerülhetetlen és szükséges, és felhozott egy nagyon érdekes példát, azt mondta, hogy az ő Portugáliában élő mimókája, nagymamájának az ágytálát azt nem hajlandó kicserélni a portugáli emberek. És akkor megnéztem az adatokat, nem tudom, tudjátok, hogy hány százalékos Portugália jelen pillanatban a
munkanélküliség, te 18. vagy ebben a profi, 7,9, nem olyan sok. De 7,9 az több százezer embert jelent. Ez a 700 000 ember, az a pár százezer embernek nyilván vannak objektív, akik nem tudnak dolgozni, nagyon sokan viszont nem hajlandóan dolgozni. Segélyből élnek, és nem az, hogy nem akarják, vagy nem tudják kicserélni azt az IT-t, hanem nem akarják. Ezeket az embereket vissza kell vezetni a munkaerőpiacra, ezeket az embereket rá kell venni arra, hogy dolgozzanak, és ez a fajta komment, amit most nem mondtatok ti, vagy Józsi, és tök jó, hogy ezt nem mondtátok, mert nagyon sokszor azzal érvelnek, hogy, kell a munkaerő. És megnézed a különböző nyugati országoknak a munkanélküliség rátákat, azt látod, hogy 7-8-9%-os munkanélküliség van. Ezek az emberek, akik nem dolgoznak, ezeket vissza kell szépen lögdösni a munkaerőpiacra, és nem arról beszélgetni, hogy Afrikából meg nem tudom én honnan kell hozni embereket, mert ez nagyon te a kormányzat közmunkaprogram exportért felelős kormánybiztosa. Van egy nagyon súlyosabb dolog is, tehát te említetted ezeket az orvosokat Nigériából, vagy nem tudom, tehát hogyha eljönnek Nigériából az orvosok, ha eljönnek Erdélyből, vagy Ukrajnából az orvosok, és elmennek Norvégiába, a leggazdagabb országba, mert ott nincs orvosképzés, az micsoda? Ennél erkölcstelen dolgot nem tudok elképzelni, ez úgynevezett agyelszívás, ez katasztrófa, mert pont Nigériában, meg Ukrajnában, meg Erdélyben kellene, hogy maradjanak az orvosok, vagy Magyarországon kellene, hogy maradjanak, ehelyett kapnak tízszeres fizetést, és a norvégok megúszszák a képzést, tehát ez felháborító. Tehát nem munkaerőt kéne behozni Európába, még egyszer mondom, hanem ki kéne vinni a gyárakat, meg üzemeket, meg nem tudom micsodát, a mezőgazdaságot oda, és ott teremteni munkát. Már egy dolognak viszont szeretnék egy másik aspektusról is beszélni. Gyakorlatilag ez egy irányított migráció, amelynek az a kiváltóka, hogy Amerika, hiába mond már most mást Trump elnök, mert közben lecserélték az elnököt, az amerikai globális érdek arról szól, hogy Európa ne legyen olyan erős. Azon kívül, hogy állandó háborús helyzetet kell teremteni, ez a Közel-Keleten is jelen van. Ennek a migrációnak igazából Amerika a nyertese, mi mindannyian a vesztesei vagyunk azokkal a tömegekkel együtt, akik Európába tartanak. Ezt azért látni kell, hogy meg hiába most... a nyertese. Mit? Meg Oroszország a nyertes. Hát, hosszú távon senki sem a nyertes. Senki nem lesz nyertes. Ezen a Földön, aki ennek a mostani helyzetnek a nyertese lenne, ezt merem állítani, tehát senki. Tehát az, hogy most mit pár politikai kör úgy gondolja, hogy ebből jól jön ki, ez nevetséges. Tehát itt globálisan kellene gondolkozni, és hosszú távon kéne gondolkozni. Hát, bocsáss meg, te mondtad azt a 8 embert, akinek annyi a vagyona, mint a félvilágnak, az a 8 ember a nyertese ennek az még egész situációnak. Még abba sem vagyok biztos. No, úgyis a második részben fogjuk majd ezt folytatni, de megjelent a 24.hu-n egy kivételesen zseniális interjú. Nem kivételesen. Nagy Józsi barátunk hívta. Így szól, és majd kérem a kollégákat, hogy a kellő ponton sípoljanak. Ha Orbán azt mondja, hogy mocskos migránsok, mi azt mondjuk nem a anyádat. Félre a migránsozással. Nekünk Európa fontos, fogalmazott Demszky Gábor Nagy Józsefnek adott interjújában. Mi a kérdés? A kérdés az, hogy vajon mire jelentkezett be Demszky. Egyébként egy kulisszatitkot árulj el. Te ugrasztottad ki Demszkyből a visszatérő politikus állatot, vagy ő maga már valahol elmondta, hogy vissza akar térni a politikába? Nem akartam én semmit sem kiugrasztani. Olvastam egy hírt, miszerint Demszky Gábor az otthon lévő szamizdatos archívumát kiegészítve néhány saját magáról készült titkosszolgálati jelentéssel áruba bocsátja, és ez nekem megütötte a fülemet. Azt gondolom, hogy ha valaki történelmi dokumentumok birtokában van, akkor az ne pénzt kéren érte, hanem tegyen egy archívumban. Hogyha mondjuk Pesti Lacinak otthon van néhány régi VHS-e, akkor gondolom nem fog kérni, nem tudom, sok milliót azért, hogy valakinek ezt odaadja, és ezt szerintem így helyes. Ez ügyben kerestem meg Demszky Gábort, aki pedig beszélt arról, hogy mit gondol a politikáról, meg beszélt a saját elképzelt jövőbeli politikai karrierének folytatásáról. Demszky Gáborra, hogy mondjam, lennének olyanok, akik rászavaznak? Hát ezt én nem tudom, mert nem vagyok se közvéleménykutató, sem politikus. Demszky Gábor 20 éven keresztül vezette ezt a várost. Ő a legsikeresebb nem fideszes politikus, már ami a múltat jelenti, hogy most lehetne mögé koalíciót átsolni, föl nekem komoly kétségeim vannak, de benne van ambíció. Ugye ő is ezt úgy betette föl, hogy most éppen Brémában megy fél évre tanítani, hogy vagy Brémában fog tanítani, vagy ha szükség van rá, és azt gondolják, és mögé állnak anyagilag is, meg erkölcsileg is,
a Tarlóssal, a Fidesz világgal szemben lévő erők, akkor ő ezt szívesen megpróbálná. Nem azt mondta, hogy ilyen akarok ez lenni, és mindenképpen indulok. Ő mondta, hogy itt vagyok, gyerekek, ha kellek, akkor lehet velem dolgozni. Egyébként azért mondtam, hogy zseniális az interjú, mert nem fukarkodtál a kényes kérdésekkel. Tulajdonképpen zavarba hoztad Demszky Gábor, de úgy tűnik, hogy őt már nem nagyon lehet igazán zavarba hozni, mert a... Mivel tudtam volna zavarba hozni? Az önbecsülésével nincsenek problémái. Ugye például az egész 4-es metró botrányt, ami miatt azért talán ezt az egyetem kérdezted meg tőle, hogy nem érez-e bármi szégyenérzetet, hogy a sargentini jelentésben végül is a 4-es metró miatt lettünk mi korruptok, ugye, az egész ország. Hát nem, a sargentini jelentésben nem emiatt lettünk korruptok. Azt egy könnyed mozdulattal Medgyessy Péterre keni. De hát szó volt a 4-es metróról, és én felhoztam neki az Olaf jelentést is, ami ugye azt mondja, hogy talán a 70%-a, 60%-a a 450 milliárdos metró beruházásnak korrupcióval érintett, vagy korrupció gyanús, és erről azt mondta, hogy baromság. No, kedves nézők, innen folytatjuk. Folytatjuk a szabadfogást, köszöntöm Önöket a stúdióban Nagy József, Apáti Bence, Kukorelli Endre, Dézsi Zoltán, Herényi Károly és Pesti Laci. És hát lehet, hogy mindjárt Károlynál is kellene hagyni a szót, hát ha kedvet kapsz te is a visszatérésre Demszky után. Ugye Demszky Gábor egy új politikai formációban szeretne elindulni. Igazából a szövetségeseiről nem sokat beszélt, gondolom Heller Ágnest mindenképpen maga mellett tudhatja majd. És a neked adott interjúban József ilyeneket mond többek között, hogy mert van ám módszertan is, tehát itt nem csak a levegőbe beszélünk, így tudjuk a legnagyobb szeletet kihasítani a szörnyetekből. Tavasszal megerősödünk az EP választáson, nyerjük Budapestet, az csak így, és néhány várost, aztán erről az arapról az ősszel az önkormányzatin megfordítjuk az egészet, mondja Demszky Gábor itt az ambiciózus terveket. De te azért rákérdeztél, ahogy mondtad, ugye az Alstom és a 4-es metró botrányra is, erről azt mondja Demszky, hogy az SZDSZ tönkretevője pont Medgyessy Péter és az ilyen nyilatkozatok. Medgyessy beszél, miközben a cége már a miniszterelnöksége után 2007-2008-ban 180 millió forintot kapott az új metró szerelvényeket beszállító Alstomtól. Tanácsadásra, hogy meggyőzze a pártokat arról, hogy az övé ki a legjobb ajánlat? Nevetséges. Nyomozás is indult az ügyben, gyanítom, a pénzöme nem az övé maradt, hanem a pártjának ment. Korábban még 99-ben pedig 100 ezer dollárt kapott azért, hogy meggyőzze a budapesti 5. kerület szocialista képviselőit a Gresham beruházás támogatásáról. Finom. Az elejétől kezd szerintem olvasva az egészet, hátradőlünk, a honorért bemegyünk, és akkor... Magamra fogom tetováltatni ezt az egészet. Szóval, megszólítottam, hát nagy bajnak kell ahhoz lenni, hogy veterányok újra harcba szálljanak, és én a Demszkynek se ajánlanám. Elkövette a legnagyobb hibát, amit egy politikus vagy volt politikus elkövethet, érzelmileg közelített meg minden kérdést, ezek érzelemből adott válaszok voltak, kevés rációt tartalmaztak. Egyébként a politikának általában ez a nagy hibája, hogy érzelmi kérdést csinálunk, nagyon fontos, racionális kérdésekből. Így tudunk eljutni oda, hogy a demokrácia akadozva, billegve működjön, mint ahogy nálunk, mert a jól működő demokrácia, be ezt már múltkor is mondtam, jól tájékozott emberek, tehát ahol a sajtószabadság nagy teret nyer, racionális döntéseket hoznak. Na most ebben az esetben, ebben az interjúban sokkal több az érzelem, mint a ráció, és ez hiba. Tehát ilyen közelítéssel nekivágni a jövőnek, hogy ezen az alapon én vissza akarok jönni, ez bizony hibás nézőpont és hibás álláspont. Demszky felbukkanása mögött egészen más dolog van. Választásokhoz közeledve mindig jelentkeznek aspiránsok. Ilyenkor gondolom az ellenzék jeges rémülettel olvasta ezt az interjút, hogy Demszky vissza akar jönni, de ha valaki időben visszalép, annak vannak anyagi előnyei is. Tehát látok egy ilyen motivációt. Én a Fidesz helyében elkezdeném hátulról támogatni a Demszkyt, hát ha esetleg valóban elindul, és akkor elvisz egy jó pár százalékot a Tarlós előtt. Tehát ez nagyon, nagyon hasznos lenne Demszky, ha megjelenne. Itt születnek az új kormányzati pozíciók. Ugye Bence lesz akkor a közmunkaprogram exportjáért felelős kormánybiztos, te pedig az ellenzék menedzserésért felelős kormánybiztos lehetnél. Egy szóra felfigyeltem, és nem tudom, hogy neked nyomták-e félre, vagy pedig más, hogy használt egy másik esetben, mert ő a fenevadszót használta a NER-re, és ott te mást olvastál föl, és ezért nagyon szörnyeteget is tudott, meg fenevadot is. Fenevad azért, igen, csak azért, mert a fenevad
Ugye János jelenések könyvet, az Antikrisztus eljövetelére utalt nyilvánvalóan ezzel a dologgal, és szerintem azért tényleg elviccelődhetünk ezen a Demszky interjún, és tényleg tök jó volt, és köszi, mert mindenképpen érdeklődésre. Írok is voltak sokat. Ja, de ez tényleg jó volt, és tök rendben volt. Hogy szerintem fontos, hogy bemutassuk, hogy Demszky milyen állapot van, de közben meg kicsit úgy vagyok ezzel az egésszel, hogy rettenetes pszichés dolgok kerültek föl, és nem is biztos, hogy méltó azzal, hogy arra, hogy ez a szegény ember, hogy mi csúfolódjunk, hanem inkább valami orvosi segítséget mond. És hát viccel kívül mondom, hogy orvos igen. Vagy nem, de minden esetre... Hát de nem, de így gondolom, így látom. Olvastok Mikszáth Kálmánt, mindenkinek ajánlom, mert a parlamenti tudósításai nagyon szórakoztatók, meg a Két választás Magyarországon című regénye. Abba van, hogy azt írja Mikszáth, hogy a képviselő, aki nyugdíjba megy, illetve hát mondjuk legyen két ciklust, vagy x ciklust, aztán utána nem választják meg, az hazamegy a falujába, és meghal. Tehát itt nagyon durva dolgok vannak. Tehát a hatalom közelében lenni, az drogos állapot. A hatalom drog. Hogyha túl sokat szívsz belőle, akkor elveszted a valóságérzékedet. Tehát én nagyon egyetértek azzal, hogy ami például Amerikában is van, hogy két ciklus, és aztán utána menjen vissza. Tehát itt mindenkire az egész régi establishmentre vonatkozik szerintem az, hogy hagyják abba, tudják abba adni, bírják abba adni. Legyen olyan szabály, hogy muszáj legyen nekik abba adni. Igen, de ne arra jöttök itt a kulisszatikok közül, annyit hadd áruljak el, hogy mielőtt beültünk a stúdióba, azért pár szót váltottunk erről az interjúról, és azt hiszem abban konszenzus volt köztünk, hogy nem fogjuk Demszky Gábort szellemi állapotát tekintve dehonesztáló megjegyzésekkel illetni. És ezzel én maximálisan egyetértek, hiszen én, aki a 80-as években ugye a szamizdatban együtt dolgoztam vele, illetve hát a szamizdatos korszaknak magam is résztvevője voltam, én egy meglehetősen ambivalens viszonyban vagyok Gáborral. És rendkívüli módon tisztelem azt a tevékenységét, amit a 70-es évek végétől végig a 80-as években kifejtett, hiszen ők egy kőkemény antikommunista, rendszerváltó, rendszerváltást előkészítő munkát végeztek azzal, hogy szamizdatoztak. Ez az egyik. A másik tény az, hogy 1994-ben az MSZP és az SZDSZ összefeküdtek a hatalom érdekében. Ez alapvetően megváltoztatta a mi politikai attitűdünket, szétváltunk, nyilván ma már nem tartjuk a kapcsolatot, de ez nem azt jelenti, hogy nem tisztelem azt, amit ő a 80-as években csinált. Tehát én maximálisan egyetértek azzal az attitűddel, hogy ne mondjuk rá azt, hogy megbolondult, ne mondjuk rá azt, hogy megbomlott az elméje. Ő egy kicsit, hát hogy is mondjam, öregedett, mint mindnyájan öregszünk. A politikai elképzelései lehet, hogy kicsit avítnak tűnnek, és a politikai ambíciói szintén. De azért vegyük figyelembe ezt a kettősséget, ami az ő személyiségét jellemzi. De Bolyer Zsolt egyébként egyetlen mondatban válaszolt a blogján az interjúra, kéretek megint sípolni. Íme egy személyiség zavaros, végképp elhűlt, szerencsétlen. Na ez a különbség. De ilyet nem én lehet. Köszönöm ilyet neked, nem amit lehet. Elmondtál. Nagyon szép, ez igazán méltó volt, amit elmondtál. Hozzá is, meg hozzád is, meg szerintem a magyar társadalomhoz. Ez összehasonlíthatatlan az előbbi nézett dolog ezzel kapcsolatban. De hát egy trágár kifejezést olvastam fel, de mondott még jó sokat ebben az interjúban. De gondolom felismerült, hogy kihúzd esetleg, vagy benne maradjon, de aztán... Én olyan abbakat olvastam időnként más-más újságíróktól, a hozzánk közel álló, vagy nem tudom, kormány közeli politikusok, bárhelyre hajlamosak vagyunk, vagytok, én nem. Azt mondja, hogy csak ő az, aki ilyen borzalmas szavakat, meg kifejezéseket használ. És tök tiszta, értem, és nyilván régi harcostárs, de azért az látható, hogy itt valami történik. Valami történt Gábor, Demszky Gáborral, és tiszta, én is azt mondom, hogy hagyjuk, szegény, ne bántsuk, de azt azért nem mondjuk, hogy de meg lehet, én egyébként nincsen semmi baj, most valami van a gyerekek. Mindketten a korszak kutatói vagytok. Meg lehet azt bocsátani Demszkynek például, hogy annak a maoista közösségnek volt a tagja, amelyet ő próbál ilyen elvicceskedve, ilyen egyetemi bohókás elhajlásként beállítani, de hát tudjuk, hogy az SZDSZ-ben az a maoista mag, az mindvégig összetartott és mindvégig befolyásolta tulajdonképpen 2010-ig a magyar politikát. De Gergő, a 70-es, 80-as évekről beszélünk, amikor ugye 70-es években egy pár volt ő maoista. Volt, monolitikus tömbök voltak, volt ugye a NATO KGS, NATO
szemben a Varsói szerződéssel, meg volt a KGST a másik oldal szemben, ide voltunk bezárva. Az, hogy valaki 20 éves, 18-20-20 éves fiatalemberként gondolkodik a világról, és vannak elképzelései, és különböző ideológiáknak hisz, mondjuk épp a maoizmusnak. Tehát ne haragudj, most nagyon megengedő vagy. Azt rá valami utólag. Csak a kedves nézőknek mondom, hogy nem erről szólt. Nem erről szólt a maoizmus, arról szólt, hogy az új gazdasági mechanizmus környékén ugye elpuhuló, konszolidálódó Kádár Jánost kínai mintára balról támadták és próbálták megbuktatni, és ez a kis csapat, akivel Demszky az egyetemen együtt szervezkedett, ő kimondottan feljelentette és besúgta az jogi karon a reformgondolkodású fiatalokat, akiket ezért kirúgtak. Tehát azért nem volt ez olyan kis ártatlan. Gergő, ne arra, hogy a besúgta kifejezése vigyázzunk, hogyha nem tudod bizonyítani. Bizonyítottuk, a pestisrácok.hu meg lehet nézni. Jó. Demszky közvetlen barátai esetében. A másik. Árnyalnám én is ezt a képet. De ez hogy jött ide gyerekek? A szocializmusban keveselték a kommunizmust. Ez volt a fő problémájuk, és balról támadták a rendszert. Ők nem a rendszernek voltak az ellenségei, a rendszer kritikájuk arra vonatkozott, hogy több kommunizmust. Március 15-e után, március 21-én Demszky és köre piros kokárdát akart fölrakni. Tehát ők egészen más motivációval rendelkeztek. Egyébként azt itt kellene elmondanom, hogy Demszky az, hogy megrészegült a hatalomtól, és talán az történt vele, ami történt, az annak is köszönhető, hogy 20 évig volt főpolgármester. Miért volt? Mert az MSZP-t mindig megzsarolta az SZDSZ, hogy akkor legyünk a koalícióba, hogyha Demszky a főpolgármester. Tehát gyakorlatilag ez volt az ő sikerének a titka. És nagyon nagy hiba volt, hogy a rendszerváltáskor nem hozták meg a köztársasági elnökhöz a két ciklusra való szabát polgármesterekre is. Senki nem gondolta. Igen, ha már nálad a szó, hoztál egy nagyon izgalmas iratot, azt a témát kiegészítve, amit a múlt héten írtál meg, hogy bűnben fogan teljes törvénysértésben és tolvajlásban a Magyar Szocialista Párt, és ennek most egy elég vagány bizonyítékát is megtaláltad. Bementem ma délelőtt a földhivatalba, és kikértem, a Villányúti Oktatási Központról van szó, hogy az MSZP el akarja adni, és hirtelen Tóth Bertalan is, meg az összes MSZP vezető mellé beszél, hogy nem is akarjuk eladni, nem fogjuk eladni. Most a telekönyvilapból számomra az derült ki, hogy 98-ig az MSZMP KB volt a tulajdonosa a Villányúti Oktatási Központnak. Hogy lett akkor egy alapítvány, amely egyébként MSZP-hez kötődik? Hamarosan kibogozom ezt is, most erre nem lesz elég idő. Minden esetre térjünk. De ne arrogjatok azért, ez még egy... Ezt ne intézzük el ennyivel. Hát 89-ben a rendszerváltás hajnalán az utolt párt, hogyha utolt pártnak nevezhetjük, mert ugye úgy tudom, hogy a te kutatásaid... Egy új párt. Erre is kiterjedtek, hogy az utolt pártiság, vagy nem utolt pártiság, de jure. De facto talán nem. Ellopta a szavazóbázisát, ez bizonyított tény az MSZMP, a baloldali bázis. Igen. Azáltal, hogy sem a KISZ vagyonnal nem számoltak el, sem az MSZMP vagyonnal nem számoltak el, mai értéken 200 milliárd forint értékű ingatlant és egyéb ingóságot mentettek át. Ez olyan hallatlan érték, és olyan hallatlan disznóság, és olyan hallatlan előnyhöz juttatta őket a rendszerváltás után, ami megbocsájthatatlan pillanata a magyar történelemnek. Szerinted hát, hogy kell foglalkozni? Az MSZP a legnagyobb anakronizmus ma a magyar politikai életben, ebben szerintem egyet tudunk érteni. Tehát de nem létező én egyszerűen nem értem, hogy ők miért ragaszkodnak, illetve hát lehet érteni, hogy miért ragaszkodnak hozzá, hogy legyenek, de hát katasztrófa, hogy vannak, és az egész úgynevezett baloldal, vagy nem fideszes oldalnak ez a rákfenéje, ez a tragédiája, hogy van egy ilyen típusú párt, amelyik pontosan olyan bűnökkel terhelt, mint ahogy amit ti mondtok. És egyébként, hát szerintem... egyébként, hogy kiegészítsem, amit mondtál és leírtál. Ez pontosan így van, de az ősbűn tulajdonképpen akkor követtetett el, amikor 89-ben Németh Miklós egy titkos kormányhatározattal, mert az összes MSZMP vagyon az állami tulajdon volt, és ő ezt átadta egy titkos kormányhatározattal az MSZMP-nek. Tehát az ősbűn ez volt, mert egyébként, ha ez nem történik meg, akkor nem jutnak hozzá. Nem tudom, hogy ez a dokumentum megvan-e neked. Dehogy is megvan. Mert ez egy nagyon fontos eleme ennek az egész dolognak. És sajnos, hogy a legellentmondásosabb az MSZP, az teljesen világos is.
És hát a vagyonfelélés tipikus példája. Ugye mondok egy esetet, amikor még úgy gondolták, hogy lehet itt a csúnya dolgokba egyezkedni. Emlékeztek a Sláger rádióra, meg a Danubius rádióra. Na hát azt közösen nyírták ki a Fidesz és az MSZP, és utána lett két utód rádió. Úgy gondolták, hogy ezzel marha jó boltot kötnek. Aztán már csak egy rádió lett az, az lett a vége, hogy nagyon rövid időn belül, mert úgy alakult a hirdetési piac, hogy semmit nem kaptak, az ő rádiójuk tönkre ment. Tehát úgy fecsérelték el a vagyont, úgy fecsérelték el azt a hatalmas, a néptől elvett valamit, hogy annak semmiféle kimutatható társadalmi haszna nem volt. És hát a mai napig nincs. Az elegedő ahhoz, hogy hitelesen beszéljünk arról, hogy hogyan fosztották ki Magyarországot 89-90-ben, és meghekkelték-e a rendszerváltást. Tehát kifosztották Magyarországot? Hát azért 200 milliárd az rengeteg sok pénz, abból lehet venni mondjuk nem tudom, tizenvalahány darab luxusjaktot is például, de az, hogy kifosztották az országot, azért az túlzás. A kifosztás az sokkal inkább volt, bocsáss meg, az első szabad kormány idején, amikor a privatizációval rettentően el lett fuserálva itt sok minden. Igen, csak Józsi, az MSZP bűnben fogadt, ezt én tökre elfogadom. Igen, csak összefügg a két dolog. Hogy ők kifosztották az országot, ez szerintem igen. Az a probléma, hogy a spontán privatizáció és ennek a két mai értéken 200 milliárd forintnak az átmentése, ez szorosan összefügg. Úgyhogy az MSZP pillanatnyilag csődben van. Hova lett a pénz? Ezt a pénzt, ez különböző kis funkcionáriusok és pártfunkcionáriusok sundán-bundán kiprivatizálták. Eltűnt a 200 milliárd. Valakinek a zsebébe vándorolt, és ezek nem lehetnek mások, mint az MSZP, a KISZ, az MSZMP és egyéb utódszervezeteknek a korifeusai. Még egy pártot működtettek, tegyük hozzá. Hát igen, el lehet égetni ennyi pénzt, tudom én, 30 év alatt. Figyeljetek ide, van egy olyan szervezet, a FED-nek az alelnöke vezeti ezt a nemzetközi szervezetet, amelyik azt vizsgálja, hogy melyik országból mennyi pénz ment el offshore számlákra. Biztos ismeritek ezt az adatot. Magyarországon is 89-től számolja, tehát ez az időszak beleesik. 48 ezer milliárd dollár ment ki. Ez 2,5-szerese a magyar államadóságnak, és ez a pénz ez ma is megy ki offshore számlákra. Tehát a pénz, amit kerestek, az nyilván valahol megvan, nem égették el offshore számlákon. Ha egyszer lesz Magyarországnak egy olyan kormánya, és nem azt csinálja, mint a görögök a válság idején, hanem utána megy a pénznek, mert ennek utána lehet menni, mert valahol megvan. És ebben nem csak ők vannak benne, hanem a magyar politika szereplőinek jelentős része és színes a paletta, akik ebben részt vettek. Hát emlékezzetek rá, amikor még az egykori Nemzeti Bank elnököt azzal ócsárolt a Fidesz, hogy offshore lovag. Hát azóta hát a nagy fideszes vagyonok... Tessék? Hát ott tartotta a pénzét cipuson. Na de hát azóta ott tartja a Vajnától kezdve egy számtalan ember. Tehát azt akarjuk, hogy egyszer az állam... Mert így az államadóságnak soha nem lesz vége. Egyszerűen sokkal több pénzt visznek ki a mai nap is az ország, mint amennyiből az államadóságot törleszteni lehetne. Ez egy beláthatatlan egy folyamat. Ezt kijelenthetjük, hogy az elvtársak egy hangyabránernyi előnnyel fogtak hozzá a demokrácia építéséhez. De térjünk át egy másik híre, mert gyakorlatilag elfogyott a műsor idő. Csak a 200 milliárdról még egy szó, ugye megütötte a filmet az, hogy kirabolták az ország. Ugye a 200 milliárd mai árfolyamon számolva 200 milliárd forintról beszélünk. Ekközben mondjuk pusztán a letelepedési kötvényekkel, amit a Fidesz bocsátott ki, azzal 17,5 milliárd forintnyi buktája volt a magyar államnak. Tehát meg a Nemzeti Bank alapítványai közel 10%. Sok pénz a 200. Játszol, nem szinkert lapokkal játszol. Bedobsz egy olyan témát, amire kéne egy újabb műsor. Ez egy friss téma. Akkor egy friss másik témát hagy hozzak meg itt az utolsó percekben. A hódmezővásárhelyi polgármester szerint a jobb és a baloldalnak együtt kell működni a pártállam lebontásában. Márki-Zay Péter ugyanis megbeszélést folytatott Schneider Tamással, a Jobbik elnökével, ahol szövetséget kötöttek röviden. És talán itt lehet idézni a 15. kerületi Jobbik képviselő Bodó Miklós leveléből, amit a Pesésrácoknak küldött. Azt mondja, hogy a 15. kerületben most vasárnap is csak a Fidesz és a baloldal között választhatnak polgármestert az emberek, miután a Jobbik odadobta a kerületét két alkalmatlan jelöltek. Lelkiismereti kötelességemnek tartom most már, hogy kilépésemmel tiltakozzak a Jobbik egyre vállalhatatlanabb irányával szemben. Igen, hát itt arról van szó, hogy a politika értékek vagy érdekek harca. Abban az esetben, hogyha úgy tekintjük, hogyha optimisták vagyunk,
hogy itt nem csak érdekek, hanem értékek is játszanak, abban az esetben Márki-Zay részéről egy hallatlan cinizmussal állunk szemben, ugyanis egy olyan pártnak a vezetőjével ül le, ő mint decens, konzervatív, visszafogott, középutas politikus, akik zsidóztak, cigányoztak, rasszisták, és masíroztak, és mindent megtettek annak érdekében, hogy Magyarországra rá lehessen sütni azt, hogy itt szélsőjobboldali, úgymond neofasiszta erők működjenek. Ezek után Schneiderre leülni és koalíciós tárgyalásokat folytatni, az érdekeknek oly mértékben való előtérbe helyezése az értékekkel szemben, ami szerintem tűrhetetlen. Hadd védjem meg én a Márki-Zay Pétert, az ő kampányába mindenki támogatta, amikor polgármester lett. A legnagyobb támogatást a Jobbiktól kapta, és a leghasznosabbat is. Tehát ha van egy olyan ügy, és mondjuk Hódmezővásárhely ügyét fontosnak tartja, és van egy elképzelése, és ahhoz vannak támogatói, akkor semmi baj, hogyha ezekkel együttműködik. Ezt a Jobbikot a magyar választóknak 20%-a tisztelte meg a bizalmával, őket nem hagyhatjuk figyelmen kívül, tehát ennek a dolognak van társadalmi támogatottsága, de ebből következik egy olyan kérdés, hogy mi a fenét kezdjünk a náciainkkal. Mert hogy azok is a mieink, lehet mondani a Jobbikra, hogy náci párt, de mit csinálunk velük? Elhatárolódunk tőlük és kerítés mögé zárjuk, hogy nem állunk vele szóba, mint ahogy általában nem állnak szóba, pedig senki igen, nem Karcsi. Születik, várjál, senki igen. Nem születik rasszistának. Meg kell nézni, hogy mik azok a társadalmi körülmények, amik ide vezettek, és az edukáció, az oktatás, a tanítás lehet a kiút ebből, mert valamit kezdeni kell velük, és ha nem akarjuk szögesdőt mögé zárni őket, vagy nem akarjuk géppisztollyal lelőni, akkor valami normális utat kell keresni. Szerintem Márki-Zay nagyon jól érintette ezt az ügyet, és nagyon jól tette, hogy szóba állt. Jó, de ilyen alapon bárki bárkivel leülhet, konzekvenciák nélkül tárgyalhat, kezet foghat, puziszkodhat, ölelkezhet, és soha semmiféle politikai konzekvenciája a dolognak nem lesz, és elfelejthetjük azt, de hogy a politikai konzekvencia? Laci, a politikai majd a válaszok eldöntik, hogy belefér nekik az, hogy a Márki-Zay a Jobbikkal, ami egyébként már, ha lehet hinni a szavaiknak, meg lehet hinni onnan távozó emberek személyének, meg a gondolataiknak, meg amiket mondanak, ez a párt nem az a párt, vagy jelentős részben más gondol a világon, mint amikor még ma síroztak. Ha Dembski kapcsán fölemlegettétek a 20 éves kori maoista múltját, akkor hadd mondjam azt, hogy Schneider, skinhead volt Egerben. A választók döntő. Ennyi fért a mai szabadfogásba, így hát a Márki-Zay féle tanácsadói testületi feladatunkat majd a műsoridő után folytatjuk. Viszontlátásra!